Sziasztok! Jó hideg van, bassza meg! Most itten ilyen szép környéken lakok. Mondjuk itt most semmi nem látszik, de az egy nagyon nagy hegy. Domb, vagy mi? Dümbes, dombos. Sétálunk a fölöttünk lévő utcába. Jó hideg van. Kutya is van. Nem tudom megmutatni, mert alacsony nevésű. Hú, de hideg van. Gyereket jól beütöztettem, mert jól be is takartam. De hát muszáj volt. Megfázom. Nem tudom mit tartani, hát lefagy a nyakam. Is. Mindenem is. Na jó van, szerintem. Várja? De támasztom a gyerekre. Így azért valamit ér. Mondjuk, így tényleg azt hiszik, hogy magammal beszélek, bazeg. Sárom le. Faluba vagyunk, tudják, hogy hülye vagyok. Ezen senki nem lepődik meg. Itt is tök szép. Csak az a baj, hogy nem adja vissza. Nem tudom megmutatni. De jó. Ott is van egy nagy izé, magasságos, azt tudom megmutatni, és akkor tök jól be lehetne látni azt a részt. Szép ám a mecsek, és ott, az utca végén, ott is egy ilyen, az így megy föl az a domb, tök szép. Húddik, milyen kerítés. Én is szílt akarok. Ilyen térrel választott. Kifolyt a nyálam a hideg. Haj, de szép ez a ház. Én rá vagyok azért itten. Kaptunk ilyent, tök jó, meg babanaplót. Hú, de hideg van. Folynak a könnyeim, és nem vagyok meghatódva semmitől pedig. Szerintem ezt már bent fogom folytatni, mert szétfagytam. Na, hazaértünk, kurva hideg volt kint. Orvosnál voltunk amúgy. Mert itt a Christophernek itt volt valamilyen piros poltszerűség, aztán én ugye hipohonder vagyok, pánikbeteg vagyok, minden bajomban, és így ráparáztam, hogy mi lehet az, aztán akkor fogtam gyorsan, aztán mutattam a védőnőnek, akkor ő nem tudta, azt mondta, így annyira nem látszik, hogy izé képről, és vigyem át a doktornőhöz megnézi. És akkor átvittem, és azt mondta, hogy hát semmi, azt mondta, ez egy jelentéktelen, vagy ilyen ér anyajegy, vagy minek mondják, hogy tűzfoltszerű, nem tudom, annyira nem mentem bele, mikor azt mondta, hogy lényegtelen, és nincs jelentősége, és azt mondta, hogy semmi baja nem lesz, akkor mondom, jó van, meg is nyugodtam, úgyhogy így akkor már nem érdekel a dolog. Most mi az a piros volt, most azért már nyilván fogom nézegetni, ahogyan nézé. Jobban valamilyen legyen. Elhajlott a fülöd. Igen. Mutasd meg, hogy tudsz sírni. Sírja. Beidegesedik, mert valami nem tetszik, akkor kész vége. Nem elfordítja magát. Na, szóval ezek vannak, úgyhogy
Úgyhogy vettem izét, túros rétest meg. Mi az? Briós. Nem, nem briós, ez a cukros üré. Mi az a mákos briós? Mi az a patkó? Na mindegy, lehet, hogy briós. Na mindegy, majd mindjárt megeszem. Így megnyugtatja ez a hajszárító hangját. Jaj, most egy pár falatot anyagozzak magamhoz. És ez nem mákos titrapadzsák, hanem diós patkó. Ez dió, nem mák. És patkó. Na, szeretem a diót. Majd a sírbe megyek. De most el van. Beki, te kérsz diós patkot? Valamit akartam mondani. Ja, csináltunk izét. Rakott cukorborsot. Olyan jó. Nagyon finom. Majd megmutatom, csak most ülök. Eszek egy kicsit. Annyira tudnék aludni, hogy nagyon. Nem is tudom, mi történt. Nem tudom, hogy mi történt tegnap. Krisztián meg a Virág átmentek a boltba. Addig én itthon voltam. Krisztoferre, ő pont benn volt a babakocsiba. És úgy főztem, vagy mit csinálom, valamit főztem. Hogy így jöttem, mentem. Már benn van a babakocsiba, akkor azért jobban el van. És benn voltunk a szobában, és ment a tévébe valami. És ahogy jöttünk ki, kikapcsolódott a tévé. Mondom, biztos letelt ez a 6 óra, vagy mennyi, mert ha addig nem nyomkurászod a tévét, akkor ugye kikapcsol. Erre jövök be, és ez a lámpa, amit szokott égni a konyhá szekrény alatt, nem világít. Mondom, ezek szerintem izé, lenyomták, mielőtt elmentek. Nyomom föl, akkor nézem, hogy hogy föl volt kapcsolva, én lefele kellett nyomjam. Visszanyomom, nem ég. Mondom, lehet, hogy kiégett ez a szar. Akkor kapcsoltam, hogy hát a tévé sem megy. Mondom, áramszünet van, fasza. Erre kérdezem a Krisztián, mondom, áramszünet lehet, azt mondja, boltba volt áram. Megnézi az automatát. Erre le volt kapcsolva a gomb, fölkapcsoló, meg a kis megszakító, meg a faszom tudja mi. Hiába nyomta föl, mindig leverte. Akkor valami zárlatos, de mi? Ment a mosógép, a szállítógép, a tévé, ugye lámpák égtek. És nem is tudom, mit csinált, mert én nem értek. Ja, Virág szobájában megbontotta az egyik dobozt, vagyis hát mindegyiket átnézte igazság szerint. Itt az összes macskám. És ott jön be nálunk az áram, mert ott van kint ül a villanyóra, ott jön be az áram, ott az egyik doboznál. És mondja, hogy hát ki kéne mindet kötni, vagy nem tudom mit, most én lehet hülyeséget beszélek. A lényeg az, hogy külön egyesével tudja megnézni, hogy hol van a baj. Ugye van a gyerek? Bírja azt a hajszállítót, nagyon szereti. És akkor
végül is az volt, hogy mondta, hogy azt kiköti, és egyszer megnézi, hogy egyáltalán a villanyóránál van-e baj, mert hogyha lehet, hogy már mikor bejön az áram, már akkor ott. És ahogy szedte, kilátta, hogy a vezetékek izé. Meg volt az egyik, vagy kettő sérülve, meg mit tudom én. Nem mondom, bazdmeg. De már úgy aggódtam, hogy itt az örök sötétségben fogunk ülni. Hát mondom, mit csinálok? Még a telefonom is lemerül, persze tudom tölteni. Meg ugye díjcsomagot váltottam, hogy én úgyis itthon leszek, és itt a wifi meg minden, akkor minek már tizessek 4G-t fölöslegesen? Most erre meg elmegy az áram. Az körülött volna 4G. Na mindegy, hát jó, valamennyi van, de azt hiszem csak 6 giga vagy mennyi. Savonna teja, könnyek. De most főzni, na ott a viszfor, ah, bent meg akkor csinálok. Hát nem igaz, nincs egy kort, nincs, ha úgy lenne meg. Kurva egyet. Ja, úgyhogy észrevette, hogy ott van a hiba, és akkor megcsinálta. És úgyhogy visszajött az áram. Úgy örültem, hát azért sötétre. Amúgy is én izé Alaszkába szeretnék élni. Miért egyek ilyet? Igyak. Citrus citromlével. Mert ott mindig világos van, ott sosem megy le a nap. Alaszkába. Volt régen ez a film, ez a miért éppen Alaszka? Hát azért. Hát mert nem lesz sötét. Sose. Fórjál már föl, eddig paszakszó. Nem? Nehogy beleessék. Addig én még táplálkozok, meg megnézem a gyereket, mert azt azért nézni kell. Összeszedtem már ruhákat, miket viszek a védőnőnek. El van teljes mértékben. Azt hittem a mosógépemtől, vagy valamit szart be a villany amúgy. Mondom, most mégis zárlatos, annyira fáj ez a seggem. Kurva anyját. Petinek meg jól lekéstem a premierét, jó azért, utána már felzárkóztam. Vissza kell nézem. De hogy sosem jöttesít, jó mondjuk lehet, hogy jött, most tényleg nem figyeltem, mert orvosnál voltunk. Utána meg elmentünk sétálni, de úgy, hogy hazajöttünk. Ugye ez ilyen háromfunkciós, ez a babakocsi, beraktam a hordozóba volt a gyerek, és úgy rácsatlakoztattam ezt a hordozót a babakocsira, láttátok. De nem, akkor megmutatom még egyszer. Úgy. És akkor hazajöttünk, mondom, akkor Bekit is vigyem már sétálni, mert ugye nem engedem el egyedül. A kis Bibit. Aztán hát gondolhatod, hogy nem tudtam blogolni babakocsi pórás, már hova? Kéne egy ilyen izé. Vagy nem, az nem jó. Akartam mondani, hogy izé. Hát mondtam is, hogy izé, de most ezt már nem mondom. Megmutatom az izét. Ezt a cukor. Hol a picsában van? Ó, most nem én főztem, én csak az ötletadó voltam. Rakott cukorborsó. Ott van. Rizs, hús, borsó. Nagyon finom láttam úgy. Jó, ízi. Sose ford föl. Olyan kemény nálunk a víz, hogyha kicserész egy csapot, akkor egy hónap múlva már úgy néz ki, bazd meg, mint hogyha egy éve ott rohadna már, 100 éves lenne. Szia, Szeszi! Szóval ez gyors pakkó. Á, rajtam koptatja a körmét. Nem mászik, hogy... Ez az álmosság,
Nem tudom. Vagy bírom. Ma nem csinálok semmit. Ez a tervem mára. Szeszi! Hát, fölrúglak. Mondom Szeszi, erre jön a Beki. Azt mondom, Beki, jön a Szeszi. Ezek nem most jön a fenyő is. Kell állatállomány. Fenyő. Szeszi. Istenem. Beki. Igen. Én olyan éhes vagyok, én nem tudom, mi van velem, de annyit eszek, hogy kurva sokat. Megdöglök éhen. Egyfolytában. Na, tengeresek! Jó reggelt kívánok! Utálom, hogy tele basszák mazsolával, bazd meg a rétest. Mi a fasznak kell? És ez mekkora? Szeszi, ne rajtam koptasd már a körmöd. Nem szeretem. Fúj. Mazsolat. Szottyos meg. Nem. Ez a túró még nem is édes. Mindjárt megporcukrozom. Na, főfolt a bíz. Meg az agyvizem is főfolt. Nagy nehezen. Olyan, mint a tele volna baszva izével. Ne baszd meg. Hát nem tudom. Hú, de pezseg. Egyszer már jártam így, hogy elrobbantottam a tejakancsot. Na, ez már tiszta. Tiszta hülye vagy, Vica. Tisztára. Menjetek innét. Ez a izé. Fölvásárolták az összes kézfertőtlenítőt. Milyen vírus van most? Korona. Koronavírus. Ha nem tudom követni, mert mikor még általánosba jártam, akkor izé volt kergemarhakor, a szivacsos agysorvadás, a madárinfluenza, a faszom tudja mi, a normálisak ezek. És be vannak szarva, megvesznek minden élelmiszert, ahogy izé éjjel dögöljenek. Nem baj, ha beledöglenek a betegségbe. Csak éhen ne halljanak, mert az azért na. És senkinek nem tűnt fel, hogy beszélgetünk olyan dologról, ami eddig is volt. Hát egy mandulagyulladásba is meghanítodik. Szeszi, az az én helyem, a kurva anyádot. Mandulagyulladásba is meghal valaki, hogyha szar az immunrendszere. Látod, sírt és szereti közben, ha egy szerított úgy megállom. Na és, jaj, hát és még amit el nem felejtem, bazd meg. Azért hadd köszönjem már meg Judit. Küldött nekem támogatást. Azt hiszem, hogy simán vagy kártyára, vagy utalásra, nem tudom. Köszönöm szépen, Judit. És Aszma. Hát nektek is köszönöm, Aszmáik. Biussal egyetembe. Hát... De nem kellett volna baszki, de aranyosak vagytok, tényleg, köszönöm szépen. Úgyhogy így is megköszönöm, mert
Juditnak nem tudtam se, hogy máshogy megköszönni, köptem, de nem baj, én eszem, meg Aszmáék, meg írtam Aszmának, aztán mondom, a Petinek ez nem válaszol. De aztán válaszol. Csak én adulam, de rögtön. Úgy szeretem, hogy tudod, egyből tudjam minden, oké? Na, szóval bassza meg az a... Mi ez? Koronavírus. Most ezt nem tudom, mivel szemfölgyesek, de jó esik. Nagyon forró. Ez a túrós nem jó. Az a diós az jó volt. Ez nagyon drága a dió. Borzasztó. Most ez is mire feltölti, gyerekek, olyan hulladék netem van, hogy ne haragudjatok már meg. Majd siófokon. Két hét múlva. Ott lesz gógolás. Nem szoktak egy kicsit nézni, a kutya meg megeszi a fémtányos. Itt van kő ez valakinek? Hello? Majd föleszi valamelyik. Fenyő húzod vissza, nem kéred. Már Beki terrorizálja az az öreg macska. Most az már jön enni, de meg lehet megpofozza. Edd meg a szívem. Ott van-e? Úgy. Nem, ez a túros nekem se jött be, mondjuk. Kéne már kaparjak. Holnap meg izé, orvos. Fúj, ráragadtam azzal a miket művelek. Csípőficam szűrés. Az egész mindenemet szétégette. Holnap komló. Minden nap kéne vloggoljak, baszki, hát. Ez nem állapot, hogy csak néha. Ha minden nap. Pestőt meg minden órába vloggol. Az egy órát azért nem vloggolja, mert nyomja le a premiert. Igatok sok teját. Az megvéd a koronavírus ellen. De még koronavírus? Ez a vírusok királya? Vagy mi? Jaj! Szoktátok nézni ezt az észbontót? Ilyen jó hülyéket beválogatnak. Akkor hírességeknek tesznek föl kérdést. Vagyis nem a hírességeknek, hanem ezeknek a hülyéknek, csak az ismert emberek el kell döntsék, hogy tudják rá ezek a hülyék a választ, vagy nem. Tegnap Szeszi! Összeverekedett szennyőbe, úgy hallom, főburítják a szekrény. Pitbull terrierem is bejelentkezett. Na, és ezért kérdezték, hogy a vakok között ki a király, vagy valami ilyesmi kérdés volt. Hát is ugye a félszemű a vakok között a király. A két okos, hát feketére voltak festve a hajuk, de az csajok szőkék voltak, biztos. Elkezdték ott tüzelni, hogy van egy ilyen mondás, azt mondja, hogy vak vezet világtalan. Tényleg, azt mondja, akkor az lesz a világtalan a vakok között a király. Már majdnem bemondták, ott tanakodtak még egy ideig, azt mondja a másik, várjál, az nem lehet. Hát a vak vezeti a világtalant, hát akkor a vak a király. A vak lenne a király? Az hogy lehet a vak a király? Akkor a vakok között a vak? Szerintem a vakond. És akkor bemondták, hogy a vakok között a király a vakond. Azt mondta, az mindenhova eltalál sötétbe. Hát bazd, megmondom ez mi. Úgyhogy voltak ilyenek-e.
Akkor voltak, azon gondolkoztak, hogy úgy szólt a kérdés, ebben még én is belebonyolódok, mert annyira hülyeséget mondtak, hogy a hét hányadik napjára eshet péntek 13? Hát hétfő, kedd, szerda, csütörtök, péntek, a ötödik, nem? És akkor az egyik, nem is volt olyan hülye, az valahogy kiszámolta, hogy az ötödik. De a másik elkezdte ott neki mondani, de várjál, nem biztos, hogy az pont péntek. Vagy hogy a péntek pont 13. Hát de az a kérdés, hogy melyik napjára eshet péntek, ha épp péntek 13 van. De nem jó, mert lehet, hogy az pont nem 13-a. És ezt nyomták, de az annyi, hát azon szétrögtem magam bazzák. Hát most olyan jól megfogalmazták, hogy ez valami értetlen volt, ez a vakon. Hát a vakon mindenhova eltalál sötétbe, vakon van a vakon. Vagy mi nem azt mondták, hogy a vakon között a király Stevie. Vakon vagyok, mint Stevie. Hanem azt is mondhatták volna. Na, megyek, mert a főnök úr bejelentkezett. Nem bírja már a hajszárítózást, pedig nagyon szereti amúgy. Csak azt mondja, most már elég a hülyeségből. Most berágott. Azt mondja, faszomat a hajszárítóba. A fagyomat a hajszárítóba. Köszönje, mond nekik, éljetek, ahogy tudtok. Arrivederci, amore. Beleénekelté. Pufifánk fejű. Sziasztok, jók legyetek, ez megy. Nem tudom kinyomni. Hát nem tudom megnyomni egy gombot. Egy gombot megiszom a teját. Mire ez fölmegy?